Sziasztok, Borkajok, és üdvözlök mindenkit újra a csatornámon! A mai videóban a kedvenc női karakteremről fogok beszélni. Augusztus végén egyébként Pesten jártam, ahol hát a Sally Butik által kipróbáltam magamat egy nagyon új dologban, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, a videó végén erről fogok mesélni bővebben. Nagyon-nagyon elszedem el nektek mesélni az egész élményt, úgyhogy megéri megvárni. Na de beszéljünk először a női karakterekről. Több ilyen videót is csináltam már, amiben a kedvenc karakteremről legyen az bármilyen beszéltem, és úgy éreztem, hogy most már illene mindegyikből csinálni egy kis frissítést, hiszen ezek a videók régebbiek, és azóta rengeteg könyvet olvastam, és úgy érzem, hogy nagyon változott az ízlésem. Úgyhogy a mai videóban nem csak, hogy összeszedtem a kedvenc karaktereimet, de összeszedtem azokat a karaktereket is, amiket az előző ilyen kedvenc női karakteres videóban mondtam, és először át fogunk menni azokon egyesével, hogy kedvenceim még, vagy mit gondolok most róluk, és utána elmondom a frissebb kedvenceimet. Itt is van nálam a táblázat, és hát kezdjük akkor ötni egy trónokharcás karakterrel, akit szerintem állandóan emlegetek, hogy a kedvencem, aki nem más, mint Arya Stark. Arya Stark a Stark háznak a legfiatalabb lánya, és ő egy ilyen nagyon fiús lány, ha lehet ilyet mondani. Őt nem nagyon érdeklik az ilyen illem dolgok, nem nagyon érdeklik az ilyen udvarhölgyi dolgok, inkább igazából azzal foglalkozik, hogy ő harcos akar lenni. És én imádtam Aryát a könyvekben is, és magában az adaptációban is. Őt még mindig kedvencnek mondanám, ha valaki megkezdődik ki a kedvenc trónokharca karakterem, mindig Aryát vágom rá először, ha bár van sok másik egyébként, azért nekem mégis Arya a legnagyobb kedvencem. A következő, akit ide felírtam, hogy régen mondtam, az egy testvérpár, mind a kettőjüket felírtam, az egyik Scarlett, a másik pedig Donatella Dragna. Ők a Caraval című könyvekben szerepelnek, a Caraval trilógiában, illetve most már van kiegészítő része is, és én nagyon szerettem őket. Amikor elolvastam az első részt, akkor Tellát egyáltalán nem szerettem, viszont Scarlettet nagyon. Aztán elolvastam a második részt, a Legendary-t, és abban pedig Donatella volt az, aki nagyon szimpatikus volt. És igen, ilyen ritkán van, hogy egy karaktert, akit nem szeretek, később megkedvelek, de itt így volt. Szeretem őket még mindig, viszont nem mondanám őket kedvenc karakternek. Őszinte leszek, a legutolsó rész a trilógiában nekem egy kicsit elrontotta az egész sztorit. Tehát nekem az a könyv nem tetszett, egy kicsit csalódás volt, sőt, nagyon csalódás volt. Van róla egyébként egy élő kibeszélünk Attilával, úgyhogy be fogom linkelni a leírásba. És hát emiatt úgy érzem, hogy például Scarlett sem, és Tella sem a kedvencem már. Tella ott egy ilyen nagyon gyerekes versengést csinált, Scarlettnek pedig így nem értettem a döntéseit, volt egy ilyen nagyon bizarr jelenet benne, na mindegy. Úgyhogy őket egy kicsit elmondotta nekem, ezért már kedvencnek azért nem mondanám őket, de egyébként továbbra is kedvelem őket. Aztán hát minden fantasy olvasó lány valaha fel fog egyszer ezt a nevet hozni az ilyen listáján, Feyre. Feyre az Akotárban, azaz a Tüskék és Rózsák udvarában van benne, ő a fő karakter, és hát nekem egyértelműen először ő volt a kedvenc karakterem, de ezt hozzá kell tenni, akkor, amikor még ő volt a kedvencem ebben a trilógiában, ami már nem is trilógia, már van kiegészítő rész, meg van már negyedik rész is, na mindegy, akkor nem nagyon volt benne másik kedvelt karakter. Tehát ott például még a tündér részen nem is ismertünk meg más az első részben, illetve a nem tündér részen a két testvére elviselhetetlen volt. Tehát így nem tudtam válogatni mások közül. Továbbra is szeretem őt, de úgy érzem, hogy azért nem volt annyira kibontva az ő karaktere. Voltak így árnyalatai, viszont sokkal többet is kaphatunk volna belőle, úgyhogy emiatt mennem ő a kedvencem, na mindegy. Aztán felírtam még ide két másik karaktert is az Akotárból, az egyik még mindig a kedvencem, a másik már annyira nem. Az egyik Morrigan, ő már nem igazán a kedvencem, őt nagyon-nagyon szeretem továbbra is egyébként még jobban, mint Feyre-t. Viszont azóta annyi-annyi karakter lett benne már ebbe a sorozatba, hogy már nem érzem azt, hogy ő lenne a kedvencem, továbbra is nagyon szeretem, de akit sokkal jobban szeretek, az Amren. Szerintem az, hogy ő mennyire félelmetesnek van leírva, és hogy mindenki tart tőle, az egyébként nagyon-nagyon vicces, és annyira imádom ezt a karaktert tényleg. Tehát kicsit hasonlóknak Nestával, azzal a különbsége, hogy egyébként hát Amren nem annyira toxikus, mint Nesta az elején volt, egyszerűen csak megvan a saját attitűdje, és én nagyon-nagyon imádom az ilyen karaktereket valamiért, úgyhogy még mindig a kedvencem. Aztán, húha, lesznek itt még érdekesek ezen a listán. Akit még itt régen mondtátok, az Hermione volt, az Hermione. Na most, amikor szerintem ezt a listát csináltam, legelőször, az akkor volt nagyjából, amikor elkezdtem booktube-ozni. Az egy olyan időszak volt az életemben, amikor rengeteg év után kezdtem el ismét rendesen olvasni, tehát hogy mondjuk havi több könyvet is, és akkor kezdtem el olvasni a Harry Pottereket, akkor még nem olvastam végig. És továbbra is szeretem Hermione-t, viszont engem elkezdett idegesíteni a többi könyvben. Tudom, hogy ezt így nagyon rossz mondani, mert egyébként nem egy idegesítő karakter, egyszerűen csak nagyon tudálékos, és egyébként ebben magamra ismerek. Tehát, hogy én a mai napig, de főleg kiskoromban olyan voltam teljesen, mint Hermione. Tehát kiskoromban én egy
Igazi Hermione voltam, nagyon tudálékos, nagyon-nagyon ilyen szabálybetartó, nagyon okoskodó, és engem is utáltak miatta, tehát, hogy na mindegy. És meg a kis hülye hajam is meg volt, egyébként a kis drótszörű hajam, de ez már lényegtelen. Szóval nem annyira szeretem már most, ez csak szimplán azért van, mert megint csak azóta már rengeteg másik karakter volt a Harry Potterben, és megkedveltem másokat. Viszont továbbra is szeretem, egyszerűen csak nem annyira, mint régen. Hozzunk akkor most fel skifi könyveket, Cady Grant az Illuminéből. Nos, őt még mindig nagyon szeretem, habár megérne már a könyv egy újraolvasást. Elolvastam azóta a második részét, ami nem tetszett annyira, mint az első, éppen azért, mert a karakterek ott elhasaltak nekem, nem tetszettek annyira, nem voltak szimpatikusak. Végül látszik az, hogy én Cadyt mennyire kedveltem, hogy mennyire önfeláldozó volt, és mennyire bátor volt, és mennyire sokszínű karakter volt, nem csak azért, mert olyan rúzsaszín, és őt továbbra is nagyon szeretem. És igen, kedvencem. A másik pedig Spencer Nightshade a Skyward című könyvből, amit Brandon Sanderson írt, és őt is nem is nagyon szeretem, ő még van megérni egy újraolvasás egyébként, mert alig emlékszem belőle valamire, és már itt van a második rész ezer éve, és még nem olvastam el. Úgyhogy itt majd megérik lassan egy újraolvasás. Ő is egy ilyen nagyon belevaló lány, ő minden áron pilóta szeretne lenni, és ilyen igazából ő lények ellen szeretne harcolni, akár csak az ilyen elit az ő népében. És neki itt vannak nehézségei, és nagyon érdekes az, hogy mennyire elszánt. Egy nagyon minimális szinten nekem Jean-re emlékeztetett, de tényleg csak egy ilyen ennyiképpen. És őt nagyon szeretem, és tovább is a kedvencem. Aztán, ha már Nightshade emberek, jöjjön Zoe Nightshade, azaz Árnyék Zoe, aki a Percy Jackson könyvben szerepel, ha bár nagyon keveset. És pont ezért nem mondanám már a kedvencemnek, mert akkor olyan szimpatikus lett valamiért, vagy lehet, hogy azért, mert Artemishez köze volt, és én Artemist imádom. De már most nem mondanám kedvencnek, mondjuk én nem olvastam még csak az első öt részt, ugye bár is még rengeteg könyv ebben az univerzumban, és most már ideje lenne folytatnom, csak még nem tettem meg, úgyhogy ki tudja, lehet, hogy még később a kedvencem lesz még jobban, egyszerűen én most nem mondanám megint annak. Zoya a Shadow and Bone-ból, illetve a Grishaverzumból, őt továbbra is nagyon-nagyon szeretem, és őt egyébként, hát ez most egy kicsit lehet, hogy ilyen népszerűtlen vélemény lesz, de én az adaptációban is nagyon szerettem. Ő is egy kicsit magának való, és megvan a saját attitűdje egyébként, ez is egy ilyen minimális szinten saját magamra emlékeztet, és hát éppen azért tudok így vele rezonálni, úgymond. Úgyhogy őt mindig kedvencnek mondanám, ő ugye egy ilyen... Taylornak mondják? Nem Taylornak mondják. Melyik az a fajta Grisha, aki a szelet tudja irányítani? Na, ő ilyen. És én őt nagyon-nagyon szerettem, és egy tökéletes és takárnyalt karakter volt, úgyhogy tovább is a kedvencem. A következő, akit felírtam, hogy mondtam régen videóban, az Katza a Garabond című könyvből, illetve abból a sorozatból. Azt vettem észre ebben a listában, hogy kétfajta karakter nekem van nagyon szimpatikus. Az egyik az az ilyen lányos lány, aki mondta ilyen komfort karakter számomra, hogy egy kicsit így magamat látom abban is. A másik pedig ez az ilyen nagyon nagy attitűddel rendelkező, kicsit mogorva, kicsit ilyen... Mondjuk azt, hogy bunkó, vagy inkább azt, hogy ilyen nem annyira kedvelt karakterek, akik közben meg imádnak harcolni. Nem tudom, hogy ennek a kettőnek van egy ilyen konkrét neve, ilyen tróp neve, de ezeket valamiért nagyon szeretem, ezek egy nagyon különböző karaktertípusok, szóval nem is értem, na mindegy. Szóval a Katza másodikba esik egyébként, hogy ez a rövidhajú, harcos lány, aki nem akar férjhez menni, egyébként ebből van az egész cselekmény, úgymond az első részben szinte. És talán is nagyon-nagyon szeretem, nem mondanám még most annyira kedvencnek jelenleg, mert most másokat sokkal jobban szeretek, de őt is nagyon-nagyon szeretem. Aztán Lei a The Girls of Paper and Fire című könyvből, ami egyébként az egyik első BookTube könyvklub közös könyvünk volt, be fogom linkelni, aki beszélt a leírásba. Szóval, hát Leit is szeretem, de megint jönni fogad, de hogy megint csak már nem mondanám kedvenc karakternek, még nem olvastam még a trilógiát, úgyhogy nem merek mondani erről igazából semmi konkrétat. Az első két részt olvastam, és az alapján továbbra is szeretem, de azóta annyi minden más könyvet olvastam, amiben sokkal jobb karaktereket láttam, és sokkal jobban megkedveltem azokat a karaktereket, hogy egy-két másik így leesik a listáról már, és ő például ilyen. Ginny Weasley. Itt most a könyves Ginny Weasley-t írtam fel egyébként, a filmben nem tudom mi ez a Ginny Weasley, tehát a filmben elképesztően el van rontva, kicsit sincsen kibontva, nagyon bizarr egyébként néha, és alig szólal meg, és én két fura fejeket is vág. Azt a Ginny-t én nem szeretem, ezzel egyébként nem vagyok egyedül, ez nagyon sok Harry Potter rajongó, így van. Viszont a könyves Ginny megint csak egy nagyon nagy szájú karakter egyébként, és én nagyon-nagyon szerettem. Mást fogok nem mondani, mint kedvenc női karaktert egyébként most már az új listában, de őt is szeretem még mindig. És Jenya Safin az Árnyék és Csontból, hát már nem a kedvencem. Szeretem nagyon, szeretem a Davide való kapcsolatát, és nagyon-nagyon érdekes karakterek, és nagyon durva sztoria van, de nem mondanám már kedvencnek. És akkor nézzük az új embereket ezen a listán, kezdjük kettő darab trónokharca karakterrel, illetve
Igen, próbálkoztak alatt, de mondjuk így. Az első az Olena Tyrell. Miért nem beszéltem arról soha, hogy én mennyire imádom Olena Tyrellt? Ez a nő. Akkora forma. Nem fogsz spoilerezni, de a Trónok harcából nem csak mint a női karakter, egy általánosságában az egyik kedvenc karakterem, Arya mellett, és nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Hatalmas forma. Egyébként az a fajta ember vagyok, aki jobban szereti Olenát, mint Margaery-t, pedig egyébként Margaery-t is szeretem, úgyhogy ez egy ilyen kis érdekesség. A másik az nem konkrétan Trónokharca karakter, mert nem a Trónokharcban van benne, hanem a Tűz és Vérbe, de őt is imádom, és ez nem más, mint Visenya Targaryen. Visenya az Aegonnak az egyik felesége és egyik testvére volt, szagásos Targaryen dolgok, és ő egy nagyon-nagyon jó harcos volt, és övé volt Rhaegar, aki az egyik legnagyobb sárkány volt, és egyébként benne van a Sárkányok házában is, és Visenyát nagyon-nagyon szeretem. Aztán Mágháború, megint beszélünk el róla, mert újraolvastam idén, és imádom azt a könyvet, alig már, hogy folytassam. Jean. Úgy érzem, hogy Jean nem lesz egy pozitív karakter a könyvek során, és nem lesz az a mindenki által közkedvelt vagy a személyiség. Ő nagyon-nagyon makacs, és elképesztő dolgokat itt véghez, és elképesztő ereje van, ez tény, de nagyon makacs, és sokszor rossz döntést hoz egyébként, de nagyon emberi, és közben meg nem is, na mindegy. De hogy én Jean-t nagyon-nagyon megszerettem a második elolvasásra, és elképesztően kíváncsi vagyok, hogy mi lesz vele egyébként a többi részben. Nem tudom, mondtam-e egyébként, amikor elkezdtem mondani ezt a listát, szerintem nem, de ide fogok vágni képeket, és fölé fogom írni, hogy ki az alkotója. Mert, na, azért, na, mindenki lásson képeket a karakterekről, hogy lássa, kik a kedvenceim. Egy olyan karakter, aki nem konkrétan, nem csak könyves karakter, hanem animációs sorozatban is benne van, Toph Beifong. Toph az Avatar utolsó léghajlítóban van benne, vagy Avatar Aang legendája, nem tudom, hogy van magyarul. És nekem ott szinte mindenki a kedvenc karakterem egyébként, valamiért ott mindenkit imádok szinte. Toph egyébként egy elképesztően jó földi domár, és szerintem az egyik legjobb egyébként, mindegy. Nagyon-nagyon szerettem, és megint csak vicces, és megint kicsit nagyszájú és makacs, nem tudom, itt egy ilyen mintát vélek felfedezni, na mindegy. Aztán egy olyan karakter, aki nagyon ilyen vitatott a saját univerzumában a rajongók által, ez a Warcraftból Sylvanas Windrunner, azaz Szélfutó Sylvanas magyarul. Nem sokat olvastam még róla, még a saját regényét nem olvastam egyébként, amit mindenképpen el szeretnék, csak még nem szereztem be. De nagyon-nagyon tetszik ez a karakter, és megint csak egy harcosról van szó, és megint csak egy eléggé erős karakterről van szó, és nagyon-nagyon szeretem, egyébként nem tudok nagyon sokat többet elmondani róla, eddig csak a vibe. Eddig csak a vibe, ami megfogott, mert túl sokat még nem tudok róla, az alapokat tudom. De a saját könyvét még nem olvastam el. Yennefer a vajákból, nem tudom, hogy mondtam-e régen, de egyébként szerintem nem, mert a másik listában nem volt benne. Szerint egyébként nagyon sokáig jobban szerettem a könyvekben, de most már azt mondom, hogy Yennefer úgy a kedvencem egyébként. Nagyon-nagyon szeretem a karakterét, és egyébként nem is értem azt az ilyen kiakadást, ami először volt, amikor meglátták a színésznőt, aki játssza, szerintem tökéletes Yennefernek. Ezek szerintem ugyanazok az emberek voltak, akik kiakadtak azon, hogy Ellie nem néz ki a Last of Us-ban, na mindegy. Aztán a Harry Potter kedvenc női karakterem mostanában, a mostanában alatt azt szeretem az elmúlt, nem tudom, egy másfél évben, mióta befejeztem a könyveket, Luna Lovegood. Nem fogjátok innen látni, de azóta van már egy Luna Lovegood-os Barbie babám is. Ennyire szeretem Lunát, nagyon-nagyon aranyos, és nem tudom, valamit egy kis komfort karakterem, nem nagyon tudnám megmagyarázni, és nem tetszett, hogy például Hermione kicikiszte egyébként a filmekben is, meg a könyvekben is, úgyhogy szimpla egyszerűsége, már ezért sem volt már szimpatikus Hermione, Lunát nagyon szeretem. Aztán, ez valami azt hiszem spoiler lesz a Vampir Birodalomra, úgyhogy ne haragudjatok, de muszáj volt azon a listán megemlítenem, Dior. Dior a Vampir Birodalom című könyvben van benne, és ő szerintem a legfontosabb karakter ott, Gabriel mellett, és nagyon-nagyon szerettem, és elképesztően kíváncsi vagyok, hogy mi lesz vele a többi részben. Meglátjuk, mert már hamarosan meg fog jelenni egyébként angolul, úgyhogy már csak egy kicsit kell várni. Lehet, vagy egy évet is, de mindegy, hogy magyarul is megjelenjen, reménykedjünk, hogy hamar meg fog történni. Aztán, ha már komfort karakter, Louisa Clark a Mielőtt megismertelek című könyvből, valamiért annyira szimpatikus volt nekem, hogy ezt nem tudom elmondani, olyan aranyos volt, meg olyan kis kedves, és nevezett az olyan karaktereket, akik ilyen elképesztően jó szívűek, meg ilyen kis szeleburdik, és ő ilyen volt, úgyhogy őt is ezért mondanám ide. Szóval, az új lista összegezve, Arya Stark a Trónok harcából, Amren az Akotárból, Cady Grant az Illuminéből, Spencer Nightshade a Skywarból, Olenna Tyrell a Trónok harcából, Visenya a Tűz és Vérből, Jean a Mágháborúból, Toph az Avatarból, Sylvanas a Warcraftból, Yennefer a Witcherből, Luna a Harry Potterből, Dior a Vampir Birodalomból és Louisa
ami Before You-ból. Tehát pont 13, ó, ez nem, nem tetszik. És akkor most beszéljünk arról, mit csináltam augusztusban Budapesten. Egyébként beszéltem róla Instagramon, de valaki lemaradt róla, miért nem követtek még Instagramon. Szóval, nem más csináltam, ezért a Stanley Boutique-nak a jó voltából kipróbáltam magamat modellként a webshopjukhoz. A Stanley Boutique egy nemrégében indult online magyar ruha volt, ahol igazán elegáns és minőségi ruhák közül tudtak válogatni. A weboldalon igazán nőies hazai és lengyel márkadarabjait találhatjátok meg. Én pedig hát nemrégiben kipróbáltam magam modellként, és el kell mondjam, hogy olyan élmény volt, amire mindig emlékezni fogok. Az, hogy ott engem így kisminkeltek, és hogy órákon át ott pózoltam a ruhákban, teljesen ilyen fő karakter vibe, tehát nagyon éltem magamat. Tehát azt be kell vallanom egyébként, hogy nagyon-nagyon fárasztó lett modellnek lenni, és én most jöttem rá. Mindig is tudtam, hogy nehéz lehet egyébként, de hogy annyira fárasztó volt, meg annyira kimerítő volt, csak ez a pár óra, amit egy nap csináltam, le a kalappal az összes modell előtt, na de hát megérte a végeredményeket látva. Hát ami nagyon szuper ebben az egészben, hogy most már a weboldalon engem is láthatok az őszi kollekciót viselve, amire tök büszke vagyok. Ráadásul még egy rólam elnevezett ruhát is találhatok a kollekcióban, ami egy nagyon kényelmes és igazán meleg őszi viselet. Szeretném még egyébként kiemelni a személyes kedvenc ruhámat, illetve szettemet, amit most is viselek, ami a Fatima szett volt. Nagyon-nagyon megszerettem ezt az egész szettet, miközben viseltem, egyébként több színben is lehet kapni ezt a ruhát, és egyszerre kényelmes és elegáns, hogy ezt gondolom látszik a videókban is, ráadásul nem tudom, ebben a sötétben a színben, nekem annyira ilyen Dark Academia vibe-ot adott, bár csak ezért is muszáj volt a videókhoz nekem megfogni a Titkos Történet című könyvet, na mindegy. Annyira ilyen Dark Academia vibe-ot adott, amit én imádok össze, hogy egyszerűen ez lett a kedvencem rögtön. Amúgy nem tudom miért, írjátok le, hogy ti is ivatok-e vele, de nekem ez a ruha így felvívve egy kicsit ilyen Nesta vibe-ot ad, tehát nem tudom, felvettem, és úgy éreztem magam, hogy én lennék Nesta. És tökre tetszik egyébként, írjátok le, hogy ti erről mit gondoltak. Én bőr, illetve hajszínemhez egyébként a Deep Winter színek illenek, tehát én általában ezeket viselem, ezek tudnak engem igazából kiemelni. Viszont nyilván a Stella Boutique-ban nem csak ilyeneket találtok meg, tehát ha most megnézitek a rajtam lévő ruhákat, vagy bármi ilyesmi, nem csak ilyen színeket vagy ruhákat találtok a webshopban, hanem többnek egyébként van másik verziója is, amit tudtok válogatni. Nem csak a Deep Wintereknek kedveznék itt, ha bármilyen színtónusú vagy, valószínűleg lesz egyébként a Stella Boutique-ban hozzávaló ruhád. Ha pedig szeretnétek vásárolni, érdemes kihasználni a folyamatos akciókat, illetve a kuponkódokat, amik szinte mindig vannak. Például a Stella Borka kódot, amivel most szeptember 30-áig a teljes árutermékekből 20% kedvezményt kaptok. Nagyon-nagyon örülök egyébként, hogy kipróbáltam magamat egy ilyen dologban is, egy teljesen újszerű élmény volt, és a ruhák, te jó ég. Amikor hazajöttem, az első dolog, amit megkezdettem, hogy milyenek voltak a ruhák, és mindenki egy ilyen nagy leírást akar, és csak annyit tudtam mondani, hogy annyira puhák. Tehát annyira puha az összes ruha, és annyira nagyon tetszik. Jaj, egy tényleg felveszem, és így le akarok ülni olvasni. Le akarok ülni olvasni. Főleg egyébként a pulcsik, de ez már lényegtelen. Itt is nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy én lettem a kis új modell a Stella Boutique arcához, és érdemes megnézni egyébként a ruhákat, tényleg mert nagyon-nagyon jók vannak benne, tényleg én még a pulcsikat nagyon-nagyon nézegettem egyébként, és kíváncsi vagyok arra, hogy esetleg nektek az én kedvenc női karaktereim közül ki az, aki szimpatikus, ki az, aki nem szimpatikus, és kíváncsi vagyok arra is, megnézzük például a honlapot, hogy nektek melyik ruha tetszett rajtam nagyon, vagy melyiket gondoljátok azt, hogy igazából hozzám illik, vagy melyik tetszik nektek a legjobban. Kíváncsi vagyok erre is, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!